Tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy tegnap este a Városi Sportcsarnokban volt egy rockfesztivál, egy jókora buli. Gondolom sokan mondhatják, hogy ezért ugyan kár műsort indítani, hiszen buli van éppen elég. Ez azonban egészen más volt, mint a többi hasonló rendezvény. A hetek óta látható sárga falragaszokon már régóta szemünkbe virított, hogy demonstrációs fesztivál. Demonstráció, vagyis tüntetés. A zúgolódók, ahogyan a szervezők magukat nevezték, azért tüntettek ilyen sajátos módon, hogy tudassák, egy zugot keresnek. Egy olyan helyet, ahol, na de ezt majd elmondják ők maguk. Csinálunk egy bulit, igaz? Vadul! Csináld lassan! Csináld vadul! Szóljon a szuzsdányokkal, gyerünk ki! Sziasztok! Miért jöttetek ki erre a fesztiválra? Mert tök jó. Jó. Szexexion miatt jöttem. Hova szoktatok egyébként járni? Ide. Bonyhádon az arcba. És milyen zugot? Tudjátok, hogy milyennek a fesztiválnak a lényege? Igen, fiataloknak szeretnének egy olyan helyet, ahol összejöhetnek. Jónak tartjátok ezt? Persze, mert úgyse lesz belőle semmi szerintem. Nem? Miért nem? Most hadd ne mondjam el inkább a véleményem, de nem lesz belőle semmi. Nem, mert senki nem foglalkozik itt a fiatalokkal. Itt azt mondják erre, hogy züllődtek, és nem adnak lehetőséget rám. És remélem azért összejön. Tudod, hogy mi ennek az útnak, ennek a fesztiválnak a lényege? Igen, tehát azért demonstrálunk, vagyis még tüntetünk valamennyire, hogy legyen egy olyan zug, ahol a fiatalok jól érzik magukat, és nem diszkó, és nem nyálas. Ahol minden hétvégén az ember el lehet. Szerintedek szükség van egy ilyenre? Persze, hogy olcsó legyen, az a lényeg. Miért jöttetek ki erre a fesztiválra? Hát mert hallottuk, hogy milyen jó lesz aztán. Meg rábeszéltek a többiek, hogy jöjjön ki. Tudod, hogy milyennek a fesztiválnak a lényege? Tudom, hogy legyen szexárra ez zúgó, és arra gyűjtenek aláírást, és egy demonstráció, hogy legyen itt is. Láttam, hogy te is aláírtad. Miért? Hát én is egyetértek abban, hogy legyen itt egy zúg szexárban, mert hát nincsen sem, és kell szerintem egy ilyen hely. De milyen zúgot tudnál elképzelni magadnak? Hát én olyantól jó zenék vannak, kocsmaszerű és jó nagy hely, ahol együtt lehet a sok ember. Együtt érzünk azokkal, akik ezt az egészet megrendezték, és tényleg szexuálisan szükség van egy olyan helyre, ami nem kocsma, nem is diszkó, hanem valahol úgy a kettő között van, hogy egy halk zene mellett beszélgetni lehet, vagy esetleg beszélni olyan emberekkel, akik híresek, híres emberek, nem értek, hogy író, vagy esetleg színész, tudós. És ezért is írtuk el. Szerinted van hasonló szexárdon? Hát sok hely van szexárdon, ez tény, de most beszéltem például egy pécsi egyetemistával, és ő 3 napja van itthon, nem talál szexárdon olyan helyet, mint Pécsen, hogy le tud ülni, mondjuk 11 után is, és egyszerűen csak beszélgetni tud. Milyen zugot tudnál elképzelni, ahol jól érzed magad? Egy kultúrát, ahol mit tudom, diszkrét zene szól, nem ilyen egetverő árak vannak, ahol nincs annyi részeg ember. Ha nincs bunyó, meg hasonló. Hát ez egy, azt hiszem, egy körülbelül olyasmi módon működhetne, hogy egy 200-300, esetleg 400 főt befogadó nagyobb teremmel rendelkezzen, és esetleg egy-két kisebb zúggal. Milyen rendszerességgel rendeznétek ott programokat? Vannak esetleg erre tervek? Vannak tervek. Mi úgy képzeltük el, hogy
a hétköznapok, tehát hétköznap működhetnének a klubok a saját rendezvényeikkel, és mivel hát egy klubot azt hiszem anyagilag elsőbb föl kell tudni tartani, ezért a hétvégi napokra, tehát amikor nagyobb az érdeklődés, akkor próbálnánk meg olyan koncerteket és egyéb rendezvényeket szervezni, ahol bevétel is működhetne. Tehát ahol tényleg az a 2-3, esetleg 400 ember is előfordulna. Amikor mi elkezdtünk koncertezni 89-90-ben, rengeteg kis klub volt még ebben az országban, és nagyon furcsa, hogy az utolsó egy évben tűnnek el sorra ezek a klubok, ilyen általában ilyen egyéb pénzesebb, most nem azt mondom, hogy maffiák, de valamilyen módon pénzesebb városi csoportok kitúrják onnan a fiatal szervezőket, és megszűnnek sorra, akár a Gyulai 48-as klub, ami nagyon jó működő klub volt, de rengeteg egyetemi klub, stb. Ahol a helyiségekért megy a harc, hogy mit tudom, MV szaküzlet legyen, vagy mit tudom én, vagy klub, és szóval az van, hogy úgy tűnik, hogy egyre kevesebb ilyen olyan hely van, ahol ilyen-olyan hely van, ahol kezdő vagy kevésbé kezdő zenekarok így magáért a zsíros kenyérért meg a mit tudom én miért játszanának, és hát mondjuk tehát a dolog Magyarországon még mindig azért beteg, mert van egy szint, ahol van a pince zene, és van egy szint, ahol a elindul a mit tudom én, és mindenképp a Budapest sportcsarnokban játszik, szóval a kettő között nincs egy lépcső, amin föl lehetne egészségesen sétálni.